A délelőtt folyamán feltettük az állványt is, amely majd segítséget nyújt a nyitva maradt oromfa bezárásakor, illetve az erre a falra történő váz építésekor. A 30. nap, folytatjuk a szigetelés vázának a megépítését. Ha minden jól halad, akkor talán a mai napon körbe tudunk érni, illetve legalább az egyik oromfalnak a borítását fel tudjuk tenni. Lássunk hozzá! Hatalmas csoportunk ketté vált, ahogy az előbb láthattuk. A ház hátsó oldalán kerülnek éppen felcsavarozásra a vázelemnek a részei. Én pedig ezen a munkaállomáson dolgozom, vágom le azokat az elemeket, amelyekre éppen szükség van. Na, itt vannak az 5x5-ös anyagok, közben szépen befújta őket a levél. Ide visszük a munkaállomásomra. A legfontosabb szempont, hogy a vége azt többé-kevésbé egy síkba fusson. Pár milliméter ilyen vázépítés esetében, amikor nincsen statikai szerepe, nem nagyon számít. 285 még mindig a számunk. Bejelöljük, és húzunk egy vonalat. Ez elsődlegesen azért van, hogy ahogy mozgatom, tolom jobbra-balra, tudjam, hogy a kettő egymáshoz viszonyított pozíció továbbra is adott, nem is itt, hanem kint az anyagnak a végén. Számoljuk a fűrészlap vastagságát. Kb. Oké, gyerünk! Na, mérjünk egyet. 285,1. Tökéletes? Nem tökéletes. Elfér az 1 mm extra a falon? Ebben az esetben bőven, szóval nem lesz vele gond. Ezek a leeső darabokat még félretesszük, mert valószínűleg máshol majd tudjuk használni, és elindulunk a csavarozás helyszíne felé. A vázkiosztás úgy lett megtervezve, hogy a 60 cm széles kasírozott tábla ebbe tökéletesen bele tudjon kerülni. Pontosan fél centivel szűkebb a kiosztás, mint a tábla, így ez a váz is feszesen fogja tartani a szigetelőanyagot. Pár szót érdemes lenne váltani magáról a szigetelőanyagról. A falváza be fog kerülni a 15 cm, ezt már láthattuk, illetve itt van előttem az 5 cm vastag kasírozott kőzetgyapot. Ennek a szerepe a külső falsik szigetelése. Korábbi videókból kiderült az, hogy általában az OSB táblát azt leszoktuk zárni egy fóliával, egy pára áteresztő fóliával, pontosan azért, hogy az OSB táblát megvédjük. Változik a rendszer ebben az esetben, mert a szigetelőanyagnak nincsen műanyag felülete, nincsen pára záró felülete, sem pára áteresztő szerepet nem játszik, ez a külső fekete réteg. Éppen ezért a fóliát a gyártó előírása szerint muszáj volt a legkülső síkra tennünk, illetve terveznünk. Betesszük a táblát a helyére, ezeket majd műanyag dűbelekkel rögzítjük itt,
a pontokon általában, mind annak ellenére, hogy ez egy viszonylag stabil pozíciót kapott a kettő párnafa miatt, a dűbelek bekerülését követően ez a külső sík lesz egy fóliával lezárva, egy pára áteresztő fóliával, ami meg fogja védeni az alatta található OSB-t, illetve egyben biztonságot nyújt a külső síkra felhelyezett szigetelőanyagnak is a pára és az esetleges egyéb hatások ellen. Ahogy mondtam, a falsíknak a külső rétege, burkolata pedig a röntgház profil lesz, amit majd profiltartó elemekkel fogunk felcsavarozni ezekre a párnafákra. Az első falon a váz elkészült, a hátsó fallal is egész jól haladtunk. Mondhatnám azt, hogy elkészült az is, hiszen az erre az időszakra szabott munka az be lett fejezve. Itt hátul egy elem hiányzik az állvány miatt, mert az állványnak a blokkolása, a támasztása, a dőlés elkerülése miatt kettő oldalról meg lett csavarozva, az a kettő tartó elem per pillanat akadályozza ennek az egy vázelemnek a felcsavarozását. De amint az oromfal felkerült, akkor azt is pótoljuk, szóval ez többé-kevésbé pipa, ez az oldal, nézzük meg a tó felőli részét a háznak, ott mi történik. Fél centis távtartó először felfúrásra kerül, aztán mellé illesztjük ennek megfelelően a következő elemet. Így nem kell egyesével méregetni, hanem biztosan tartható ez a táv. Felső részen is ezt a rendszert követve. Elkészült a szigetelőanyag váz szerkezetének a felállítása a tó felüli oldalon, és a nagy erkélyajtó fölött is követtük a 60 centis távokat, illetve ugyanez a rendszer került folytatásra a bal oldalon is. Elérkeztünk a 30. napnak a végéhez, felekerült körbe a vászszerkezet a ház külső felületének a teljes egészére. Az oromfalak maradtak ki, a borításra nem jutott idő, azt a jövő héten, hétfőn folytatjuk. Addig is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, szevasztok! Harmincnegyedik reggel, nekilátunk a külső falsik szigetelésének, nézzük, hogy hogyan is valósul mindez meg. Itt látható bálákban a már említett anyag, ez fog felmenni, ez kettő darab 5 centis tábla, egymással szembefordítva, fekete csík található a szélén, az a kasírozott réteg, amelyről már volt szó. Kezdésként vessünk egy pillantást a fogadó felületre, feltettük ezt az 5 cm széles aluprofilt, fel lett csavarozva a falhoz, illetve a párnafa rendszer alá be lett ültetve. Ez biztosítja az zárt alsó síkot, illetve erre fog érkezni a táblás szigetelőanyag, ami a külső részt illeti. A falsíkra a szigetelőanyag pedig ennek a dűbeltárcsának és a csavarnak a segítségével kerül rögzítésre. A kupak a csavarozást követően lezárásra kerül, ezáltal megóvva a csavar az időjárás esetleges viszontagságaitól. Itt készül a kupac, mert hogy a csavar és maga a dűbeltárcsa az nem egy egységként kapható,
külön megvásárolandó tétel maga a műanyagelem, illetve a hozzá szükséges csavar, ez a kettő éppen most kerül párosításra. Példaképpen a gyakorlatban, ez pedig a következőképpen néz ki. Itt van maga a tárcsa, bent a lezárt kupak alatt pedig a csavar található, ami rögzíti a szigetelést a falhoz. Térben látható az elkészült front. Gyorsan adok egy-kettő közeli képet, aztán elszaladunk ebédelni, délután pedig nekiállunk a folytatásnak. Menjünk a legaljától, fontos dolog, ez az alsó sín, a már említett módon itt egy toldáslátható fogadta a táblát, és a már ismert elemekkel rögzítve lett a falhoz, illetve az OSB táblához középen egy, és a toldásoknál is kapott egy-egy tárcsát, azért, hogy az illeszkedő felületek ne tudjanak eltávolodni a síkból. Ennek minimális mozgása van, ahogy látjuk, hiszen a csavar fej, illetve a műanyagnak a kialakítása lehetővé tesz egy pici mozgásteret. Ez azért fontos, mert nem kell teljesen behúznunk, ezáltal összegyűrve a szigetelést, hanem ki tudjuk húzni a falsíkban hagyva ezt a tárcsát, hogyha esetleg picit kilógna a falsíkból, akkor van lehetőségünk nyomni rajta egy keveset, hiszen van mozgásterünk, ahogy az előbb említettem, de megnéztük vízmértékkel a vászhoz képest ezeknek a tárcsáknak a pozíciát. Egyelőre jónak tűnnek, láthatóan nincsen összegyűrve a tábla, aztán menjünk tovább. A falnál, illetve fontos az, hogy mindannak ellenére, hogy a födém a szigetelt, egy 30 cm vastag födémről beszélünk, aminek a felső 10 cm-re szigetelt, és a tetősíkunk is szigetelt, fel lett engedve a lehető legmagasabb pontig a szigetelés. Itt pedig már a komplett összefüggő képet láthatjuk a nyílásokkal. Hát így nézünk ki egyelőre. Elérkeztünk a 34. napnak a végéhez, ezt a falat is sikerült beszigetelnünk. Ezen az oldalon volt egy kis probléma, nagyon nehezen volt hozzáférhető, mert a lépcső miatt nem tudtunk volna hova állványozni. Amire még nem tértem ki, sokan kérdezték, hogy ez a tető milyen szerepet szolgál, hogy ez egy pince vagy egy emelet tulajdonképpen. Tudni kell, hogy a ház fele alatt egy pince található a földbe vájva, ami előtt volt egy előtető hajdanál, még a ház építése előtt készült, ez jóval, ez a jövőben bontásra kerül, és itt, hogy a dupla ajtó érvényesüljön, fent a tóra néző oldalon, ide majd egy terasz, egy deck fog készülni valamikor a közeljövőben, de visszatérve a szigetelésre, ez a teljes falszakasz megvalósult, illetve a háznak a front oldala, az utcafront felőli oldala, a dűbelezés és az illesztések is egész pontosan sikerettek, az illesztések passzosak voltak, illetve sikerült azt a kettő rögzítési pontot, a kettő függőleges pallót, amit tegnap tettünk fel, egész ügyesen körbeszigetelni, azokról a pallókról
arról van szó, amelyekhez majd annak a kis kilépőnek a lábai lesznek hozzá rögzítve szintén a jövőben, de ahogy mondtam, az a kis kilépő nem ennek a projektnek a részeként fog megvalósulni. A mai napra egyelőre ennyi, holnap nekiállunk a tóra néző oldalnak, illetve megpróbáljuk befejezni a másik oromfalat is. Elkészült a tóra néző oldal, és illetve a saroknál az ablak körül is ki lett szigetelve. Sikerült befejezni a ház külső részének a szigetelését. Picivel lassabban ment a dolog, mint ahogy terveztük. Már nem maga a szigetelésre gondolok, hanem az egész folyamat azért, mert ezt az állványt át kellett mozgatnunk a párhuzamos oldalról. Ennek az állításával ment el egy kis idő, ami természetes. Mindenek ellenére a pénteket, a 35. napot úgy zártuk, hogy a ház teljes szigetelése körben megvalósult, mármint a külső síkra gondolok. Megpróbálom körberepülni a házat drónnal, hogy kapjunk egy átfogó képet az egész állapotról. Innen folytatjuk a 36. reggelen, az a következő hét hétfő, amikor is a házat körbe fogjuk fóliázni a páraváteresztő fóliával, azt követően pedig nekiállunk a röntgenház profil felszerelésének. Innen folytatjuk, köszönöm a figyelmet, sziasztok! 36. reggel a mai munka a fóliázás lesz, a házat megpróbáljuk körbefóliázni, azt követően pedig nekiállunk a röntgenház profilok felhelyezésének. Thank you.
felkerült a teljes fólia az utcafront felüli oldalra, és ha megnézzük az ablakokat, a nyílásokat már kivágtuk, vissza lett hajtva a fólia, ez még nem a végleges zárás, hiszen a nyílászárok beépítése előtt ezt még majd zárni kell mindenképpen. A már korábban említett toldás elég erős ragasztócsíkkal van összetoldva, kettő darab ragasztó találkozik a fólián, ahogy azt már a tetőnél megbeszéltük, ennek a rétegnek is a belső részén van egy ragasztócsík, illetve a fogadó felület is ragasztóval ellátott. A sarkoknál hagytunk némi túllógást, hogy rá tudjuk hajtani majd a másik oldalra. Ugyanezt történt a másik saroknál is. Elkezdett esni az eső, a mai napnak a második felét nem tudtam teljes egészében levideózni. Az időjárás nagyon rosszra fordult, nagy volt a szél, aztán időközönként, ahogy az előbb már mondtam, elkezdett zuhogni az eső. A házat majdnem be tudtuk fóliázni, most még dolgozunk. Pár percnyi munkánk, inkább fél órányi munkánk még van hátra. Az utolsó oromfalnak a legfelső csúcsát próbáljuk befejezni, aztán besötétedik, ezért gondoltam, hogy adok még egy pár kockát. Holnap érkezünk, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, szevasztok! Közben az állványt is arrébb kellett tenni, a bal oldalon látható a háznak a már elkészült oldala. Ez az egy kis csücsök van még fent a tetősíkok találkozásánál a gerincnél. Az állványnak a vízszintes részét most még feldobjuk, aztán a fóliákat letűzzük, és azt a kis maradék csúcsot befejezzük. Ezzel búcsúzom, köszönöm még egyszer, sziasztok!